A második félidő alapján, mintha kissé fáradtnak látszódna a csapat, ez érthető is, hiszen a felkészülés ezen szakaszában van. Milyen volt az első félidő? Hát az első félidőben is fáradt volt a csapat, de azok a játékosok szerintem többet tettek bele a mérkőzésbe, és bár korán vezetés szerzett az ellenfél, a 30. másodpercben, megint durva egyéni hibák miatt, amit ki kell, hogy küszöböljünk, ebből az ősszel volt több. Azután felálltunk, és én úgy gondolom, hogy lendületbe jött az első félidei csapatunk, és hozta is szépen a mérkőzés teljesítményt. Velük elégedett vagyok. A játékkal mennyire elégedett? Mennyit foglalkoznak a játékkal, a taktikai elemeket gyakorolnak-e már? Hogyne, már a múlt héten azért beletettünk, illetve a tegnapi edzésen is gyakoroltunk. Pont ebből kifolyólag bosszant egy kicsit az, hogy gyorsabban lejöhetett volna egy-két játékosnak a lábáról a labda, miközben a többiek beindultak. Ez nem történt meg, hanem a második fél időben is ez egy óriási hibánk, amit megint ki kell venni a játékunkból. Ezeket a labdákat mind visszajárattuk a kapusra. Ebben nem lehet hibázni, ha meg a kapus onnantól kezdve megint elkezdi a labdajáratást, akkor belassul a játékunk, lefedeznek mindenkit, és teljesen passzív területeket érintünk, nem tudjuk őket nyitni, nem tudjuk megbontani az ellenfél védekezését, lassú körülményessé válik a játékunk. Nem mondanám, hogy a második félidőben minden játékossal elégedetlen vagyok, mert nagyon szépen kijött ott is egy-két játékosnak a teljesítményén. Látszódott az, hogy akart, hajtott, végig szántotta a pályát és ment, és mutatta magát a labda nélküli játékokban is ott volt, de véknyabb volt a második félidő. A csúcsterhelést mikor kapják meg a játékosok? Már most a héten kapják. Tehát ez mindenképpen azért is félidőztettem őket, mert több játékoson láttam azt, hogy azért túl van pörgetve, túl van feszítve, nincs ezzel semmi gond, ennek most van itt az ideje, majd frissítünk akkor, amikor kell. Mikor jön el az idő, amikor a fejben összeállított alapcsapat végigjátsza a felkészülési találkozót? Hát ez nem csak én kellek, ez kellenek a játékosok, azért nagyjából már megvan az a csapat, azt kell, hogy mondjam, van egy megálmodott csapat, látok nagyon jó képességű labdarúgókat, és látom azt, hogy kikre lehet itt építeni. Nyilván mindenkinek megvan az esélye arra, hogy csapatba kerüljön, senkinek nincs bérelt helye. Ezt az egészséges versengést szeretném fönntartani. Már játszottak három felkészülési találkozót. Mik a tanulságok? A mai mérkőzésen is megvolt, hogy első perctől kezdve koncentrálni kell a csapatnak, azaz nem lehet az, hogy bemelegítünk, és majd elkezdődik a meccs a 5. percbe. Az 5. percben már az ellenfél vezetett 1-0. És ez a koncentráltság. Tehát addig, még a játékvezető le nem fújja a mérkőzést, addig mindvégig koncentrálnunk kell, de az is kutya kötelességünk, hogy az első percben már készek legyünk bármilyen feladat megoldására.